réges régen. Nem, nem volt az olyan rég. Mikor Európát királyok, uralkodók, császárok, cárok és szultánok uralták. Ezek az uralkodók nem hasonlítottak a mai utódjaikra, az erőtlen szellemekre, akik kihalt helyeken kísértenek. Igazi uralkodók voltak, akik bármit megtehettek, és bárkinek parancsolhattak. Gyakran civakodtak egymással, aztán egyszer csak nagy csetepatéba kezdtek, amit úgy hívnak háború. Persze, a háborúkban nem az uralkodók haltak meg. Megtették azt értük, a követőik. Történetünk egy hétköznapi katonáról szól. Az utolsó, királyok által indított háború. Igazi hőséről. Svejk a derék katona. Josef Schweik használt kutya kereskedése. Balaban, hát visszajöttél, fiú! Igaz is, nem könnyű jó otthon találni egy ilyenebbnek. Minden vevő egy kékvérű, arisztokrata származású kutyát szeretne. Kevés az olyan kutya, akinek az anyja vagy a nagyanyja ne rosszálkodott volna egy kóbor kutyával. Isten tudja, hány apától örököltek, az egyiktől a füleket, a másiktól a farkát, a harmadiktól meg az orrocskát. Akárcsak te, Balaban, már 6-szor eladtalak molosszus masztifként, de minden egyes alkalommal, pár nap elteltével hazafutottál hozzám. Jaj, Svejk úr! Mi a baj, Müller asszony? Meggyilkolták a mi Ferdinándunkat. Melyik Ferdinándot, Müller asszony? Kettőt is ismerek. Az egyik egy gyógyszerész fiú, aki véletlenül megivott egy üveg fajnövesztőszert. A másik meg kutyapiszkot takarít. Azt mondom, hogy egyik sem túl nagy veszteség. Nem, uram! Ferdinánd főherceget lőtték le! Jézus Mária! Úgy érti azt a hájpacnit, aki az uralkodói trónt örökölte volna. Egy anarchista puffantotta le Szarajevóban egy revolverrel! Nos, ez háborút jelent. Igazi vérfürdő készül. Mint mikor az ősi Egyiptomban meghalt egy fáraó. Annál több ártatlan embert áldoztak fel, minél magasabb volt a halott uralkodó presztízse. Én részemről a kocsmában leszek. Ha vevő hívna, mondja meg neki, hogy beszereztem egy ritka, szép molosszus masztifot. Szóval... olvasta az újságot? Azzal csak a fenekemet törlöm. Jól megkaptuk Szarajevóban. Hogy Szarajevóban? Arra a falusi kocsmára gondol? Nem, Szarajevó városára, Boszniában, ahol lelőtték Ferdinánd főherceget. Mit szól hozzá? Én nem dugom az orrom más emberek piszkába. Dögöljek meg, ha mégis. Én kocsmáros vagyok. Ha valaki bejön kérni egy sört, lecsapolom a tagnak. A nagy dolgok, mint Szarajevó és a politika, nem az én asztalom. Azok csak bűzlenek, mint a budi. Nekem úgy tűnik. Hé, régen nem lógott itt ő császársága képe. De, csak a legyek szálltak rá. Inkább beszettem. Szóval csak légyfogónak volt jó. Thank you.
Szép jó napot! Jól van, kutyuskány, jól van! Egy barnát kérek, palivecú! Bécs gyászol, fekete zászlók lobognak. Na, egészség! Aha! 7 golyó. Azt mondják, Ferdinánd főherceg olyan lyukas lett. Mint egy szita. A revolver nem játék. Mikor a katonaságban szolgáltam, egyszer egy közlegény meglőtte a parancsnokunkat egy ilyen veszélyes fegyverrel. Bum! A fegyver eldördült, és a golyó átment a kapitány szívén, majd hátul jött ki. Ráadásul egy üvegtintát is eltalált, ami ráfolyt egy titkos dokumentumra. Mi történt ezután? Aztán, mikor felkötötték a közlegényt, az beleharapott a paporrába, és mondott valami nagyon csúnya dolgot a császárról. Nem emlékszik, mit mondott pontosan? Nem, utána soha senki sem merte megismételni. Mm-hmm. De azt mondták, olyan csúnya volt, hogy a hóhér egyenesen beleőrült abba, hogy meghallotta. A mai napig be van zárva, szerencsétlen. Nehogy kitudódjon a szörnyű titok. Elég lesz, uraim. Váltsanak témát. Valaki véletlenül elszólja magát, és bajba kerülhet. Szóval, mondj el, mit mondott az a katona a mi drága császárunkról? Sic! Ez háború. Többet nem is mondok. Nem is lesz rá szükség. Le van tartóztatva. Neve? József Schweik. Foglalkozása? Használt kutyákat adok-veszek, uram. De mit tettem? Rengeteg bűnt követett el. Rágalmazta a császárunkat. Lázadást szított, közhelyen káromkodott, és beismerte Ferdinánd főherceg meggyilkolását. Volt 2 hideg söröm és egy kolbászkát ettem. Írja a számlámhoz. Magát is letartóztatom. De hát mi rosszat mondtam? Direkt odafigyeltem. Ki is mondta, hogy az uralkodó képe csak légyfogónak jó? Oh. Maga! Világháború! Háború! A legfrissebb híre! Kitört a háború! A legfrissebb híre! Világháború! Kitört a világháború! Háború. Hé, ártatlan vagyok! Engedjen ki! Nyugodjon meg, palivec úr! Jézus Krisztus is ártatlan volt, aztán mégis megfeszítették. Jaj! Elfelejtettem bezárni a kocsmát! Ho-ho! Akkor nagy mulatság lesz este. A vendégei szárazra fogják csapolni majd az összes sörös hordóját. Nekem feleségem van és 3 gyerekem! Van kéznél egy öve? Tessék, itt van. De nekem végezzen alapos munkát, mert a börtönben súlyosbító körülmény az öngyilkosság. Ez teljesen reménytelen. Hát, ha tényleg az, miért aggódik ennyit? Itt legalább biztonságban leszünk, amíg odakint tombol majd a háború. Ha szerencsénk van, nem is zavarnak meg addig, amíg vége nem lesz. Lám. Schweik, látni akarják. Mozogjon már! Szóval, maga lenne Schweik úr? Gondolom, igen. Mivel apám a Schweik úrnak, anyámat meg Schweik asszonynak hívták. Tudja, mivel vádolják magát? Nem, bíró úr, de bizonyosan minden egyes szó igaz. Szóval beismeri a bűnösségét? Persze, bíró úr. A hatóságok ugyanis sohasem tévednek. De hát nem is tudja, mivel vádolták meg magát.
Alázattal jelentem, bíró úr, a fegyelmet fent kell tartani. Mikor katona voltam, az őrnagy mindig azt mondta, hogy fegyelem nélkül a katonák idővel a fákon mászkálnának, mint a majmok. És a szerencsétlen, tisztességes emberek fejére potyogtatnának. Képzeljen csak el egy erdőt, aminek minden fáján egy fegyelmezetlen katona ülne. Kész rémálom! Tudja, hogy felköttethetném azért, ami ide van írva. Miféle ördög buzdította arra, hogy ilyen felbújtó dolgokat mondjon közterületen egy civilnek? Civilnek? Nem, bíró úr, tudtam én, hogy ő egy titkos rendőr civil ruhában. Csak a hatóságok éberségét tettem próbára. És mivel itt találtam magam a bíró úr színe előtt, meggyőződésem, hogy meg fogjuk nyerni ezt a háborút. Idióta. Alázattal jelentem a mélyen tisztelt bíró úrnak, hogy a seregben egy állatorvosi bizottság már korábban idiótának nyilvánított, úgyhogy én hivatalosan is idióta vagyok. Vigyék a rabot pszichológiai kiértékelésre. Uram, kérem, ha bármikor szüksége lenne egy gyönyörű fajtiszta kutyára. Tűnjön el, mielőtt felköttetem. Igenis. Ilyen sokáig a császár! Megnyerjük a háborút! Mondja, mit lát? Egy tintapacát. Tudja egyáltalán maga, miért van itt? Nem, uram. A filozófusok évszázadok óta törik ezen a fejüket. Eredmény nélkül. Hisz maga a világregében? Nem én, uram. A világ kerek. Nincsen neki vége. Mennyi 12.897 osztva 13.863-mal? 729. Azt hiszem, uraim, ez elég bizonyíték. Egység az összes vádat, és kísérjék a robot... A pszichiátriai... klinikára. Igen, igen, igen. És így is történt. Mikor egész Európa megbolondult, és emberek millióit mészárolták le, Schweiket elmegyógyintézetbe küldték. Schweik nagyon boldog volt a Dili házban, mert még a háború dúlt, ő be volt zárva az őrültek közé. Azonban a hatóságok hamar rájöttek, hogy nem tudják hova tenni a fronton megőrült katonákat. Így visszaadták Schweiknek a ruháit, őt pedig visszadobták a kegyetlen világba. Szép jó napot kívánok! Vissza is jöttem, Palivec úr! Töltsön nekem egy jó korsó barnát! De hát hol van Palivec úr? 10 évet adtak neki. 10 évet? 5 év még rendben, de hogy 10? Az is csak néhány négy miatt. Rumot kérek, Palivec asszonyság! Ó, hát maga az! Gyakran jár erre felé? Nos, most csak magáért jöttem. Jól van, mehetünk. Nem vagyok szolgálatban. Kutyát szeretnék venni. Talán egy nagy és bátor rendőr kutyát szeretne? Igen, értem, ez titkos. Csak egy pedigrés korcs kéne. Pont van a maga számára egy tökéletes kutyám. Igen? Egy molosszus masztív. Itt a pénze. Ígyunk egyet a kibékülésünkre. Szeretnék mindent megtudni magáról és a barátairól. Ma beszélhetünk politikáról. Nem dolgozom. A politika az esteren? Való. Mint a mi öreg tretyes császárunknak. Azt mondják, a császárné teljesen megőrült. A háború után nem lesznek már királyok és uralkodók. Én mondom, éljen soká a forradalom! Fájjuk fel a gazdagokat. Azt hiszem, eleget hallottunk, uram. Velünk kell jönnie?
Megtiltam, hogy letartóztassanak! Tartóztassák le saját magukon! Jó estét! Jaj, lám! Svejk úr, levele érkezett! Müller asszony, behívtak a seregbe? De hát maga reumás, járni sem tud rendesen. Az most nem számít. A szükség óráiban ő felségének el kell minden egyes nyomorék, aki csak lábra tud állni. Éjjel ő felsége, már meg is tertük a háborút, hip hip hurrá! Isten irgalmaz, már nyomorékokat is hadba hívnak! Svejk úr! Csak óvatosan! Most hová megy? Moszkvába! Hurrá! Adóhatóság. Az ország szükséget szenved. Arcra kész, tűnjünk ki. Következő. Csodás reggelt, uram! Törölje le az arcáról azt a bamba vigyor. Sajnos nem tudom, uram. Svejk József, korábban alkalmatlannak nyilvánítva idiotizmusa miatt. Az idiotizmus többé már nem zárja ki azt, hogy besorozzák a seregbe. Van másféle baja is, kutya. Alázattal jelentem, nagyon fájnak a térdeim, reumás vagyok. De szándékomban áll harcolni a hazámért az utolsó cseppére még. Fogja be, nincs magának semmi baja, megértette? Alázattal jelentem, uram, megértettem. Bár mondtam, hogy fogja be a száját. Mélységes alázattal jelentem, uram, hallottam, hogy fogjam be a számat. Ő, Isten az ögökbe, valaki fogja már be a száját. Szóval maga tényleg beteg, kretén. Úgy van, doktor, beteg. Küldjék ezt a szimuláns dr. Grünsteinhez a katonai kórházba. Ő még a holtakat is feltámasztja, hogy azok önként vanuljanak a frontra. Következőt! Azt hiszem, ő lesz a harmadik halottunk ezen a héten. Ön mit színlel? Nekem pajtás reumám van. A reuma itt csak egy kis semmiség. Én vérszegény vagyok, a fél gyomrom és öt bordám odaveszett, és némának meg süketnek tettetem magam. Az orvosok még így sem hisznek nekem. A legjobb, ha parafint fecskendez a bőre alá, mint az öcsém. Szerencséje volt, le is csapták a kezét. Ha semmi. Én ismerek egy olyan szülészt, aki úgy kicsavarja a lábad, hogy életed végéig béna leszel. Én már kipróbáltam az összes ismert mérget. Tönkretettem a májam, a tüdőm, a vesém, a szívem és a beleimet. De még így is ki akarnak küldeni, harcolni a frontra. Csendet! Jön a doktor! Gáj! Csodonszky! Alázatosan jelentem, ő az. Néma és süket. Tényleg? Háromnapos éheztető diéta, gyomormosás és beöntés. Szerintem meghallotta. Logár! Logár! Alázattal jelentem, szerintem Logár meghalt. Vigye a szimulánst! Következő! Svejk! Jelen! És magának mi a baja? Alázattal jelentem, nekem reumám van. Az egy komoly, fájdalmas és nagyon veszélyes betegség. Gondolom fáj a térde, ugye? Igen, uram, fáj. Svejk, háromnapos éheztető diéta, gyomormosás. És beöntés. Aztán sikálja ki rendesen belülről, hogy ordítson, mint a farkas. Ne higgyék azt, hogy egy szamár vagyok, aki mindenki kérelmét elutasítja. Még ha a szimulánsok tényleg betegek is, akkor is a frontra küldöm magukat, mert az országnak
családnak is jobb, ha a betegek és a nyomorékok halnak meg, mint ha az egészségesek. Jelentem, uram, hogy a hallásom és a beszédem hirtelen visszajött. Kaphatnék valamit enni? Köszönjük meg az úrnak, csoda történt! Írja, Csodounszki megfelel a követelményeknek. És most, szimulánsok, felkészülni a beütésre! A nyomorék hazafi! Olvassák! Olvassák! A háborúkban hazafi! Gyakran fordul a szerencse kereke. Schweik képe megjelent az újságokban. Johan! Ez az újság később egy érzelgős bárónő kezébe került, így a nyomorék hősünk megkaphatta méltó jutalmát. Lesz-e? Nem bírom ki. Olyan éhes vagyok, hogy a körmeimet is meg tudnám enni. Tudod, mi a kedvenc ételem? A disznó töpörtyű. A liba töpörtyű sokkal finomabb. Elolvad a nyelveden, közben a zsír lassan lecsöpög az álladon. Gyorsan! Mindenki az ágyába! Itt van a bárónő! Itt van Schweik, remekül tűri a szenvedéseit. A cseh katona a jó katona. Hamarosan ez a beteg katona a mi császárunkért küzdhet. Viszem a beteg katonát, ugye? Ugye? Johan! Istenem, élvezzük ki az ételt, és adjunk hálát az úrnak. Amen. Ó, hogy ízlik neki, szegény beteg katona. Isten áldjon titeket, beteg katonák! Ha lenne egy kis eszük, az járna a fejükben. Ha most telezabáljuk magunkat ezzel az étellel, a doktor nem fogja elhinni, hogy betegek vagyunk, és nem hagy meglépni minket a háborúból. Honnan ismeri a bárónőt? Ő az édesanyám. Gyerekkoromban elhagyott, de most rám talált. Fogja be! Maga egyáltalán nem idióta, csak egy söpredék, aki nem akarja kivenni a részét a harcból, és meghalni a csatában, mint egy derék katona. Dupla beöntés az engedetlenségért. Elmehet. És most, uraim, hogy bebizonyították, mind makkegészségesek, holnap elmennek a katonai misére, hogy megbánják a bűneiket, és jelentkezzenek az egységüknél! És most álljanak sorba a gyomormosáshoz! 1, 2, szaporán! A katonai vallások mindig magasztalták az úr nevében történő mészárlásokat. Az új-guineai kannibálok évszázadokon át mutattak bevallási ceremóniákat, mielőtt szertartásosan megették volna a hivatlan vendégeket. Például a misszionáriusokat és a turistákat. Ugyanígy a világháború alatt a papok, a rabbik és a mullahok boldogan áldották meg a bajonetteket, szentelték fel az ágyukat azon az oldalon, ahol álltak. A beszédeikben pedig újra és újra elismételték a régi hazugságot. Miszerint Isten a mi oldalunkon áll. Figyelem! Imádkozzunk! Te söpredék! Ne tetvészkedj ott hátul, mert megbilincseltetlek! Isten házában vagy! A szent atya már megint tökrészek. Ne higgyétek, hogy az úr fél tőletek, mert katonák vagytok. Forró lesz a pokol, mert a bűn tövises útját választottátok. Ki? Halljátok! Alázata jelentjük, halljuk! Imádkoznom kéne, hogy az úr fiai kényszeressen titeket, de nem fogok. Nem fogok. És miért nem fogok? Mert nem akartok meghalni a hazátokért! Értitek ezt? Alázattal értjük! Értjük! És nehogy azt higgyétek, ti disznók, hogy a katonai szolgálata vége mindennek! Halálotok után a pokolban találkozunk!
ahol addig főzlek titeket, amíg azt kívánjátok, hogy meg se születtetek volna. Látjátok, vegyetek példát arról a férfiról. Mi csinál? Sír. Bocsánatot kérsz? Ápoló, vigye ezt a katonát a sekrestjébe! A többit meg kísérje a frontra, hogy haláluk után a kénköves pokolban főhessenek meg! Amen. Szeretném tudni, mire gondolt a kápolnában? Alázattal jelentem, atyám, nem szoktam gondolkodni. Lebuktattam magát. Ismerje be, csak szórakozásból nyafogott a beszéd alatt. Nos, így volt, uram. Nekem bizony úgy tűnt, hogy szüksége van egy bűnbánó bűnösre. Én csak a kedvébe akartam járni. Jézus Mária, kezdem megkedvelni magát. Úgy is szükségem lenne egy új tiszti szolgára. Szolgált már valaha tisztet, papot, vagy egyéb méltóságot? Nem, uram, én eddig csak kutyusokat szolgáltam. Az majdnem ugyanaz a különbség, hogy mi többet iszunk. Büdös a lába. Alázattal jelentem, atyám, nem. Iszik? Isten, menj, szent atyám. Csak egy kis rumocskát. Igen, maga megfelelő lesz. Vegyen egy ruhát és jelentkezzen a körletemben. Nem mehet? Igenis! A tiszti és a katonai szolgák rangjának igen ősi eredete van. Kik is lettek volna a segédjei a régi korok lovagjainak? A kerekasztal idejében egyszer egy lovag annyira éhes volt, hogy megette a saját fegyverhordozóját. Só nélkül. A történelem elénk tárja, hogy a fegyverhordozóknak lédús, lágy és zamatos húsuk volt, az ízük pedig valahol a csirke és a szamárhús között lehetett. Ki maga? Alázattal jelentem, atyám, az új tiszti szolgája! A mém? Indíts! Szóval most sincs itthon? Ha a szent atyára gondol, nincs. Már három napja nem is láttam. Már megint iszik? A piára költi a pénzét, ahelyett, hogy törleszteni az adósságát. Mondja csak, micsoda pap az ilyen? Pah! Uram, ne köpködjön itt! Oda köpök, ahová akarok! Pah! Pah! Sosem tudtam, miért vannak a vonatokon a kiírások, miszerint nem szabad köpködni. Most már tudom, a maga fajtája miatt. Hogy merészeli? Mindketten gazemberek, az uraság és a kutyája is! Befejezte! Ajúj! A legközelebb ide látogat, majd rendesen viselkedik. Halló? Megyek. Svej. Alázatosan jelentem, atyám, itt vagyok. Mit akar tőlem? Jöttem, hogy hazavigyem. De hát én itt lakom. Alázatosan jelentem, atyám, abban a megtiszteltetésben részesül, hogy egy szobor karjaiban alszik. Aj, Isten útjai kifürkészhetetlenek! Hogy van ma, asszonyom? Szóval van egy felnőtt fia. Ülhetnék maga mellé. Csíkízze saját magát, és ne merjen az ülésekre hányni! Álljon meg a vonat! Elhagytam a jegyem! Engedjen ki! Üljön már le! Elég volt a trükködből!
Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz, ostoba! Üss meg! Egyszer vagy többször? Kétszer? Parancsoljam! Egy, kettő, köszönöm! Rendbe jött az emésztésem! Valamit most csinálnom kell! Hé! Fel azzal a nadrággal, disznó! Megérkeztünk, szent atyám! Segítség! Még nem vagyunk olyan elravottak! Tovább kell mennem! Egy petákot sem fizetek! Ki akar fosztani? Idáig gyalog sétáltunk, nem igaz? Mi? Tessék, fogja! Kifizetem! Mocskos Findler! Maga részeg! Jó egészséget, atyám! Látogatója érkezett. Nagyon álhatatos. Istenem, Svejk! Szétreped a fejem. Az alkoholivás durva materializmus. Egy papnak csak a Szentlélek által szabad élnie. Svejk, mit művel? Alázattal jelentem, atyám, hogy korábban voltak már kellemetlen eseteim ezzel a férfival. Köpködős! Ha nem tévedek, akkor a kölcsönadott pénzéért jött. Igen, és remélem. Milyen gyakran kerül az ember élete során olyan kínos helyzetbe, ahol mindössze a remény marad neki. Milyen gyönyörű szó is ez a remény. Reméltem, szent atyám, hogy ma... Úgy bizony, a remény a legszentebb érték. Soha ne veszítsd el a reményt, fiam, mert különben... Atyám, maga egy szélhámos! Egy nagy csaló! Svejk! Ha maradt volna egy kis napsz, az rendbe tenni a gyomromat. Még az urat is zálogba adnám most egy italért, főleg, ha adna valaki egy kis pénzt előlegben. Már tudom, elküldöm magát Lukasz hadnagyhoz, hogy kérjen tőle 100 koronát. Ha ez nem jön be, akkor hízelegje ki dr. Grünsteintől. Ha ő sem ad kölcsön, próbálkozzon annál a fafejű dubhadnagynál. Jobbra ott, balra ott. Alázattal megjegyzem, hogy ember vagyok, és nekem is vannak emberi jogai. Még hogy emberi jogai? Hogy tudja, ki vagyok? Ha már arról álmodozik, hogy maga ember, ne feledje, hogy egyszer porból lett, és azzá is fog válni egy szép napon. Hátra, Ernst! Tűnés! Holnapra az egyenruhája olyan tiszta legyen, mintha új volna. Minden simán ment, csak el kellett mondanom dubhadnagynak, hogy atyám el van maradva a gyerektartással. Gyerektartással? Hát, más nem jutott eszembe. Megkérdezte, hogy néz ki az anya. Én meg azt mondtam, hogy szép nő. Elküldte a címét, de azonnal... Egy újabb csinos botrány. Ne aggódjon, atyám. Egy öreg süket hölgy címét adtam meg az én utcámból. Örülni fog a társaságnak. Ja igen, eljöttek a zongoráért, hogy elvihessék az állókházba. Ráadásul a heverőjére is találtam egy vevőt. Alázattal jelentem, az úriember megint odakint várakozik. Szép estét magának, ura! Kedves szent atya! Azt gyanítom, hogy az egész világ nem más, mint egy nagy összesküvés arra, hogy engem csődbe vihessenek. Az összes ügyfelem elhullott, mint a legyek. Követelem, hogy fizesse meg a tartozását azonnal, mielőtt megölném magát. Mit szól ehhez, atyám? Ez esetben azt mondanám, égjen el a tüzes pokolban. Még maga sem hisz Istenben? Jó, uram, hogyan higgyen bárki is az úrban egy ilyen háború után?
el sem mozdulok addig innen, amíg vissza nem kapom a pénzemet! Schleik! Kezdek ráulni erre az alakra. Itt van a pénze, uram! Ki mint vett, úgy is aratt. Lukasz, mennyit adna kölcsön a tiszti szolgámért? Pedigré is idióta igazán egyedi, féleszű barom. Itt van 100 korona. Úgy is új szolgát akartam. Ha holnapig nem tud kifizetni, küldje át hozzám. Legyen. Ajjaj. Így történt, hogy eladta Schleiket a káplán Lukasz hadnagynak. Vagy, hogy pontosítsunk, így játszotta előtt. Akár csak a jobbágyokat a régi Oroszországban. Alázattal jelentem, uram, én vagyok Schleik, akit a Szentatyától nyerte kártyajáték során tegnap! Szóval maga az új szolga. Figyelmeztetném, hogy nem egy elődjét küldtem már ki a frontra harcolni. Ebben a lakásban rend lesz. Tisztaság és őszinteség. Ó, most meg mit bámul? Alázattal jelentem, uram, ezt a csodálatos rózsaszín kanárit. A Szentatya megmondta, hogy maga az idióták mintapéldánya. Alázattal jelentem, uram, mikor a seregben szolgáltam, még a háború előtt elbocsátottak az idiotizmusom miatt. Csak kettőnket küldtek el ám a seregből az idiotizmusunk miatt. Engem és Bumeráng kapitányt. Mikor a kapitányt menetelni küldték, a jobb kezével a jobb borjukát túrta, a ballal pedig a balt, és ezt mondta. Emberek, ne feledjék, ma szerda van. Ezt onnan tudni, hogy holnap csütörtök lesz. Bocsánat. Ma kadétokat megyek tanítani a vezérkali iskolába. Takarítsa ki a körletemet, de még mielőtt visszaérek este. Elmehet. Mi történt a kezével? Alázattal jelentem, uram, minden rendben van, csak a macska rosszalkodott egy kicsit, és megette a kanárit. Mi? Én csak azt akartam, hogy barátok legyenek, de mielőtt észbe kaptam volna, az a csúnya macska leharapta a kanári fejét, és felfalta őt, majd kélyesen dorombolt. Bár csak egy egyszerű fecske lett volna, uram, de hát ez az édes rózsaszín kis kanári. Persze, utána nem emeltem kezet az állatra, uram, megvártam magát. Figyeljen ide, Schleik! Maga tényleg ilyen ostoba és retardált? Igen, uram, én tényleg ilyen hülye vagyok. Ha akarja, elintézem a macskát, de azok ragaszkodnak ám az életükhöz. Be kell törnöm a fejét az ajtóval, különben sosem döglik meg. Látom, maga imádja az állatokat. Igen, uram, jelentem, szeretem őket, főleg a kutyákat. A háború előtt kutyákkal kereskedtem. Nos hát, mivel kutyákkal üzletelt, szerezzen egy fajtiszta pincsert, mint a tábornoké. Kárpótlásul a kanáriért. Alázattal kérdezném, meg mit tegyek a macskával? Megbüntessem? Maradjon odabent 3 napig. Hallottad? 3 napig Áristomban leszel! Mondani persze könnyű, hogy szerezzen egy kutyát. Azonban a gazdik odafigyelnek a kutyáikra, még ha azok egyszerű korcsok is. A kutyák pedig folyamatos félelemben élnek attól, hogy valaki egyszer elviszi őket hazulról. Ezért fejlődhetett ki minden városban egy előkelő bűnözőfajta, a kutyatolvaj. Schleik pedig a szükségórájában az egyikhez fordult. Elnézést, kisasszony, merre találom a kastélyt? Vidékről jöttem, nem vagyok prágai. Maga is falusi, nem igaz? Én? Vadnyából jövök! Ó, én is! Akkor biztosan ismeri Pejhár uram a hentes? Hát persze, a kuzinom!
Neki is van kutyája, pont olyan, mint az, ami a fecskéket hajkurásza. Az ott a tábornoki. Nem minden kutya esik meg akármit. A mi foxunk nagyon hóbortos. Fox, mi? Na, és mi Fox kedvenc étele? A máj, a puhára főzött máj. Nekem sajnos mennem kell. Minden nap itt sétáltatom a kutyust. Nem bízom a prágaiakban, de egy hazai férfi az teljesen más. Au revoir, madame, mademoiselle. Fox? Fox? Fox! Fox! Schweig, a pincsel, ahogy kértel? Hoztam egy üres törzskönyvet is az új kutyának. Milyen nevet írjunk bele? Régen Foxnak hívták. Mit szól a Maxhoz? Írja csak bele. Hát akkor megyek is. Sok sikert. Max, gyere ide. Ha jól viselkedsz, barátok leszünk. Ha úgy vesszük, a katonákat is otthonról vitték el. Ellopták az én Foxomat! Porrá fogom zúzni annak a nyambat tolvajnak a csontjait! Igen! Alázattal jelentem, uram, meg is van a kutyus! Max a neve! Hol a csodába talált ilyet? Tulajdonképpen ő talált rám, egy barátomtól kaptam, akit most küldtek ki a frontra. Max, jól mondom? Max, igaz? Kicsi Max. Jó kutya! Bocsánatát kérem, tábornok! Nem láttam magát! Nincs bocsánat, Lukasz hadnagy! Még ha el is esik a csatában és meghal, a katonának mindig tisztelegnie kell a feljebb valójának, igen? A katonákat! Akik nem tudnak tisztelegni! Vagy úgy tesznek, mintha nem látnának meg engem! Annyira sem tartom, mint a férgeket! Értem, uram! Ráadásul, mióta szokásuk a tiszteknek és az úriembereknek fényes nappal lopott, fajtiszta kutyával parádézi az utcákon, igen! Jelentem, tábornok, ez a kutya... Az én kutyám! Az én Foxom! Igen! Ahogy azt maga is tudja, a fronton a tisztjeink elhalálozási aránya vészesen magas. A szavamat adom rá, hogy holnap már maga is a fronton fog harcolni a katonáival. Igen! Értette? Katona! Nem kell megköszönnie! Távozhat! Én kicsinálom! Tűj! Alázattal jelentem, uram, az angóra macskája engedélyezte magának, hogy megegye a cipőpasztát és feldobja a talpát. Schweig! Maga ellopta azt a kutyát! Alázattal jelentem, uram, én egész nap itthon voltam, így nem tudtam semmilyen kutyát ellopni. Fogja be! Honnan szerezte a kutyát? Az igazat mondja, ellopta vagy nem? Dehogy, uram, persze, hogy nem loptam. És azt tudta, hogy lopott volt? Alázattal jelentem, persze, hogy tudtam. Jézus Mária! Maga tényleg egy ekkora nagy idióta! Alázattal jelentem, uram! Igen. Mi a csodáért hoz maga nekem lopott kutyát? Jaj, hát azért, hogy boldog legyen tőle, uram. Schweig. Tudja, hogy előbb magát, aztán magamat kéne lelőnöm. Miért büntet az úr engem magával? Alázattal kérdezem, uram, szerezzek magának egy másik kutyust? Ajánlhatok mondjuk egy morosszus masztifot, az bizony nagyon ritka fajta. Tudja maga, mi az a menetzászlóalj? Tudom, uram, az az egység, ami átutazóban van a hadifronton. Nos, holnap. Elindulunk a frontra egy ilyen menetzászlóaljjal.
Most örül? Alázattal jelentem, uram, nagyon örülök! Hát ezért vagyunk katonák! Örömmel adjuk az életünket ő felségének, a császárnak! Katonák, tegyék a kezüket a szívükre! A császár nevére ünnepélyesen megesküszöm, hogy hűen és igazságosan szolgálni fogom ő felségét, a tábornokait és a tisztjeit. Esküszöm továbbá arra, hogy sosem hagyom el a zászlót, az egyenruhámat és a fegyveremet. Sosem egyezkedem az ellenséggel, és igyekszem mindig derék katona maradni. Ámen. Ámen. Miért nincs az udvaron, hogy letegye a katona esküt a többiekkel, és hová hurcolja azt a korcsot, he? Alázattal jelentem, Lukász hadnagy kért meg, hogy keressek egy kabalát a századnak. Ő itt Balaban. Tudja, hogy ki vagyok? Alázattal jelentem, tudom. A szent atya egyszer megkért, hogy kérjek kölcsön pénzt magától. Én mondom, maga nem tudja, ki vagyok. Talán ismeri a jobbik énemet, de hogy a rosszabbikat nem, az biztos. Nagyon veszélyes vagyok, szóval ismer engem, vagy nem ismer engem? Igen, uram, ismerem. Utoljára mondom, maga fafejű barom, hogy nem ismer engem, most pedig húzzon fel a rávonatra. Igenis! Veszállás! Megyünk. Keletre! Biztos az orosz front felé! Vajon hányan látjuk majd viszont a hazánkat? Bárhova is menjünk, uraim, honvágyunk biztosan nem lesz. Én úgy látom, fél Prága velünk utazik ezen a vonaton. Ó, Svejk! Azt hittem, magát felkötötték hazaárulásért! Én meg azt hittem, maga 10 évet kapott szendülés szításáért. Akkor nagy szárban van a birodalom, ha még a börtönöket is kiürítik háború esetén. Kártya, uraim? Lám! Jelentem, sürgős távirat! Elmehet. Kódolva van? Nem, ez egyszerű írás. Minden egyes egységnek minden 10. katonát lőjék le, hogy elkerüljék az endülést. Siegfried von Habsburg herceg tábornagy. Ó, megállíthatjuk a vonatot, és végrehajthatjuk a parancsot a sínek mellett. A birodalmat belülről fenyegeti az ellenség. De hát ez barbárság. Úgyis túl sok a katona. Lukász hadnagy, engedje meg, hogy emlékeztessem arra a parancsra, miszerint a nem kódolt üzeneteket figyelmen kívül kell hagyni. Pontosan, Bigler kadét. Elküldöm Svejket, hogy erősítse meg a parancs végrehajtást. József Svejk küldönc a 11. század 91. regimentjéből. Itt egy távirat az egységnek. Állásokat elhagyni, adják meg magukat a törököknek. Siegfried von Habsburg herceg tábornagy. Én ezt nem értem. A törökök a mi oldalunkon vannak, nem? Ez szigorúan bizalmas, de a tábornagyunk becsavarodott. Évszázadokon át a királyi család tagjai unokatestvérekkel és nagynénikkel házasodott, mint a fajtista kutyák. Ennek az eredményei ezek a hatalmas barmok, mint ez a Siegfried von Habsburg tábornagy.
Drága édesanyám, lehet, hogy ez a levél az utolsó, amit valaha is kapsz tőlem. Most a vonaton utazunk, útban vagyunk a front felé, a veszteségek pedig mindenhol igen súlyosak. Így ostobaság lenne a túlélésben reménykedni. Édesanyám, én... Alázattal jelentem, uram! Megjöttem. Figyelj, Svejk! Nem tudja, hol lehetne itt egy üveg konyakhoz jutni? Itt van 20 korona. Legyen minél diszkrétebb. Ez ellentmond a szabályoknak. Egyet se aggódjon, uram. Én mindent szeretek, ami tiltott. Parázsatja jelentem, adnagy úr, hogy úgy 5 perc múlva hullarészen leszek. Vetem egy konyagot, de dupa nagy rajta kapott vásárlás közben. Mit dugdos maga, söpredék? Hadd lássam. Alázattal jelentem, uram, szörnyen szomjas voltam, így megtöltöttem egy kis ivóvízzel ezt az üres konyakos üveget. A víz kicsit sárgásabb, biztosan magas vastartalom miatt. A vastartalmú víz igen egészséges. Ha ennyire szomjas, igyon csak. Húzza le az egész üveget egy kortyal. Azonnal! Igenis! Alázattal jelentem, a víznek még mindig vas íze van. Adok én magának vasat! Mutassa meg nekem, hol szerezte azt a vizet! Amott! Induljon el, söpredék! Látni akarom, hogy képes-e egyenesen menni! Ott is van, ott van a vasas víztábornok, uram! Miért áll még mindig itt? Mars vissza azonnal a vonatra! Kolerával fertőzve. Alázattal jelentem, kifűnök anyag volt. A zsidó azt mondta, hogy a déd nagyapja vette magától, Napóleontól, mikor az a seregeivel visszavonult Moszkvából. Elmehet. Igenis. Konyak! Jó évjárat! Jurajda, oszd ki a napi kávé és rumadagot! Svejk itt van! Alázattal jelentem, uram! Svejk alszik! Akkor ébressze fel! Tűz van, Svejk! Tűz van! Maga is láthatja, uram, hogy... Svejk! Leheljen rám! Igen is! Végre rajta kaptam! Tudja maga, mit csinál a sereg azzal a katonával, akit részegen találnak a szolgálat alatt? Mi? Felkötteti! Alázattal jelentem, uram, most osztottuk ki a napi kávé és a rumadagokat! Svejk előbb a rumot itta meg! Azután elaludt! Mi a baj, hadnagy? Svejk! A konyak! A gyomra! Segítség! Meglőttek! Sanitét!
tábori kórházban talicskányi lefűrészelt végtagokat temetnek el. Csak úgy, egymás hegyén hátán. A katonákat mesztelenül földelik el. A csizmájukat és az egyenruhájukat egy másik katonának adják. Itt nincsenek hősök, csak lemészárlásra való marhák. Mit fogunk csinálni, ha végre kiérünk a frontra? Bal jobb, bal jobb, bal jobb. Meneteljen maga semmire kellő csőcselék. Csak emlékezzen arra, hogy miután elesik a csatatéren, a csontjaiból szenet fognak készíteni. Mindegyik őjükből néhány kilónyit, nem többet. Aztán a cukorfinomítóban ezzel a szénnel fogják átszűrni a cukrot, hogy a főhercegnők a kávéjukat a maga lecsupaszított csontjain átszűrt cukorral ihassák délutáni pihenőjükön. Most meg még bámul? Alázattal jelentem, én csak azon gondolkodtam, hogy a tisztek csontjából kinyert szín biztos sokkal drágább lehet, mint az egyszerű katonáké. Tudja mi ez? Maga mocsadék! Hogy ne tudnám, uram, Lukasz hadnagynak is pont ugyanilyen van. Nem, nem, takarodjon innen! Értettem! Schweik! Vigye magával Pelivecet a városba és keressenek ott szállást. Alázattal jelentem, uram! Meg lesz az akarata! Induljon! A francba a háborúval! Meddig tarthat még? 15 évig. Már volt egy 30 éves háború, meg egy 100 éves háború. De ebben a modern világban minden sokkal gyorsabb. A mészárlásból persze ugyanannyi lesz. Nem, talán még több. Egy nap eljön az 5 perces háború, és mindenki odamész. Azt olvastam, hogy ez a háború lesz minden háború vége. Így is van. A következő háborúig. Menjünk erre! Ne bolondozzon, Schweik! Fordítva fogja a térképet! Arra van a csata! Nem hallja a fegyverropogást! A térkép is tévedhet. Amúgy meg ez világháború, így mindenhol csatáznak. Váljunk szét, én a patakpartján megyek, maga meg áthalad a mocsáron. Meglátjuk, kinek volt igaza, ha odaérünk. Maradjunk együtt! Az oroszok még az erdőben vannak! Ha bajba kerül, lőjön csak a levegőbe, és már rohanok is. Nem lesz itt baj. Schweik! Jó kutyus, igen! Jó reggelt, katona uram! Hová szeretne menni? A frontra, öreg anyám! Hát, akkor teljesen rossz felé megy, fiatal úr. Most éppen visszafelé tart Prágába. Öreg anyám, egy okos ember akár Prágából is eltalál a frontra. Édes Istenem! Maga dezertőr! Ne menne valamit? Hey-ho, azt hiszem a háborúba tartok. Hey-ho, azt hiszem egy hét és hazafutok. Hévíz. Erre van szüksége egy férfinak a fárasztó menetelés után. Egy jó meleg fürdőre. Jaj! Alázattal jelentem, huszár úr, itt hatalmas félreértés történt. Maga magyar, én meg cseh. Bajtársak! Bajtársak vagyunk, érti? Szarházi! Ruszki katona! Éljen sokáig a császárunk! Mi a neve? József Schweik, őrnagy! Aha! József Schweik, igaz? És mégis melyik orosz egységben teljesíti a szolgálatot? Zsidóka! Alázattal jelentem, őrnagy, maga nagyot téved. Én a szövetségese vagyok, cseh katona! Akkor miért az ellenség egyenruháját viseli, maga idióta?
Nos, hát az úgy történt... Elég! Tudja, mit csinálunk mi az ellenséges kémekkel? Megnyújtjuk kicsit a nyakukat. De őr, nagy uram! Fogja be! Zárják be, amíg nem írunk táviratot az egységének, hogy igazolják a katonát. Hajnalban majd szépen kivégezzük az árulót. Nincs is jobb, mint egy korán reggeli kivégzés. Mellesleg, hogy töltötte a kém az utolsó estejét? Dohány kért, majd leült rágyújtani, mintha csak otthon ülne a kandalló előtt. Becsülnünk kell a bátorságát. Bár nálunk lennének ilyen hazafiak. Hamarosan meglátja, uram, hogyan bukkan ki az a nyugalop. Akár csak a szabban buborék. Alázsattal jelentem egy elítélt katona. Mást nem tudok jelenteni. Felkötni. Ez a rab egységétől érkezett, őrnagy uram! Kössék fel a zsidót, nem változtatunk! Alázattal jelentem, uram, a hivatal elismerte a távirat átvételét! Micsoda felhajtás egy disznóért, akit amúgy is lemészároltak volna! Küldjék vissza az egységéhez, és akasszák fel ott! Uraim, ha meg akarjuk nyerni ezt a dicsőséges háborút, szükségünk lesz a vasakaratra, a gyűlöletre és a kegyetlenségre. Én mondom, győzelem vagy! Igen, igaza van, hadnagy, de ma pont szenteste van. Alázattal jelentem, uram, a mai nap a szenteste! Milyen egyenruhát vett fel maga, kretén? Az első fára felköttethettem volna árulásért. Felfogta ezt? Alázattal jelentem, uram, felfogtam! Maga idióta? Igen, uram, én az vagyok. Idióta. Jól van, Svejk. Aki arra született, hogy lelőjék, nem fog kötél által meghalni. Hajnalban lemegyünk az árkokba. Svejk, elmondaná nekem, hogy miért kellene bűntudatomnak lennie a maga haláláért? Főleg szenteste? Nem, uram! Nem tudom elmondani, nem én! Az ellenség előtt mutatott bátorságáért kap egy esélyt, hogy jóvá tegye az ostobaságát. Menjen, vegyen fel egy új egyenruhát. Most távozhat. Igenis! Ne higgye, hogy nem ismerem magát. Maga nem idióta. Csak azt képzeli, hogy az egész háború egy nagy vicc! Nos, testvér, magának holnap befellegzett. Jelenthetném most is, hogy hányan estek már el. De megvárjuk, hogy kiegyenlítsük a számlát az oroszokkal. Kiszámoltam, hogy a század minden halott katonáért 10 koronát fog kapni. Ez 1500 korona, ha az egész századot lemészárolják. Szép jó estét mindenkinek! Jézus Mária! Egy sírból kilépett katona. A francba veled, Svejk! Már beleszámoltunk az elesettek közé. Hogy magyarázzam most meg a feltámadásodat? A legjobb, amit tehetsz, hogy elesel a harcban, és ismeretlen katonaként temetnek el. Mindamellett örülök, hogy látlak, te csibész. Boldog karácsonyt! Legyen békesség a földön, és szeretet a szívedben! Ah!
ezektől jelentem, itt vagyok! 11 óránál támadás! Alázattal jelentem, uram, ahogy a Szent Atya is mondta, a remény hal meg utoljára! Schwake, érti maga, miért vagyunk itt? Itt vagyunk, mert itt vagyunk, mert itt vagyunk! Jaj, ezért vagyunk itt! Egyéb parancs! Álljon a helyére, és várjon a fügyszóra! Igenis! Szerinted milyen messze vannak az oroszok? Nem lehetnek messze! Este hallottuk őket, ahogy beszélgetnek! Azok nem is ők voltak! A legutóbbi támadásnál 10-ből 9 katona árt sem ért a semleges területen! Most már bármelyik percben megfújhatják a sípokat. Nagyon boldog karácsonyt! Maguknak is boldog karácsonyt! Itt az idő! Fújja meg a sípot! Még nem. Még 2 perc. Milyen a vodkájuk? Lefogadom, hogy a mi rumunk finomabb! Jöjjön át és terjedse ki! Tessék! Ezt a kört mi álljuk! Vodka? Éhez mit szólnak? Ha maguk nem lőnek, mi sem fogunk lőni! Bajonetteket elő! Támadásra felkészülni! Áll az alkú! De saját magukért felelnek! Most elkaplak! Azt hitted, ismersz engem? Pedig nem tudod, ki vagyok, te kis rohadék! Nos hát, üdvözlet! Azt hiszik, nem tudom, kik maguk! Másszanak fel! Támadás! Meghalni, hasztalan senkik! Meghalni! Holnapra úgy nézem ki a ruhája, mintha új lenne! Boldog karácsonyt! Hogy hívnak? Csak oroszul beszélsz? Ez tulajdonképpen szerencse. Legalább nem veszel el a sajátjait közt. Te finn vagy, ugye? Jó messziről jöttél. Igaz is, mindenhol jó, de legjobb otthon. Hát te ki vagy? Egy német? Te akkor nem velünk vagy? Nos hát, boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt mindenkinek! Terekie, Trúzia! Boldog karácsonyt! Terekie! A kontinens minden pontján karácsonykor a katonák előbújnak az árkokból, hogy együtt ünnepeljenek. Néhány órára félretegyék az ellentéteket, így Európa békében egyesült. Habár másnap folytatódott a háború, és mielőtt vége lett volna, milliók haltak bele ebbe a vérfürdőbe. Persze egyikük sem volt király, uralkodó vagy akár elnök. Ami pedig Schwake-et, a derék katonát illeti, évekkel a háború után is megtalálhattuk kedvenc kocsmájában.
és ha a háború került szóba, általában csak ennyit mondott. Hát, mit is mondhatnék? A háború az háború. Igaz, Balaban? Magyar hangok. Kapácsi Miklós, Gubányi György István, Bácskai János, Németh Gábor, Koncz István, Jó Gábor, Juhász Zoltán, Hegedűs Miklós, Presics Tamás, Endrédi Máté. Magyar szöveg Borsos Dávid. Hangmérnök és vágó Gáti Péter. Gyártásvezető Pesti András. Szinkronrendező Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SPI International megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.